estét kívánok, köszöntöm az Együtt magazin nézőit. Érdemes lesz ma este is velünk tartani, érdekes témákkal foglalkozunk. Nagy Gabriella kozmetikus jótékonysági akciót hirdetett. Havonta vendégül lát egy olyan hölgyet, aki átesett a merrákon. A szerencsés nem csak arckezelést, hanem új körmöket és frizurát is kap. Arcmasszázs, aztán a fodrászék, következik majd a manikűr. Ideális délután minden nőnek. Nagyon jól kikapcsol, felfrissít. Így egy órára megfeledkezel magadról. Ugye most már elég sok esetben a hölgyek nem nagyon tudnak magukra figyelni, család, egyéb munkahely, egyéb elfoglaltságok miatt. Itt van lehetőség egy órát csak magaddal törődni. Úgyhogy ez egy fantasztikus lehetőség. Egy lehetőség, amellyel azok élhetnek, akik már a poklot is megjárták. Az egyik székesfehérvári kozmetikus jótékonysági akciót hirdetett. Minden hónapban egy éven keresztül vendégül látnak egy hölgyet, aki átesett a mellrákon. Az édesanyámnak volt ilyen betegsége, és egyébként meggyógyult belőle, és ennek kapcsán merült fel bennem ez az ötlet, hogy így ezeknek a hölgyeknek adjunk valamilyen pozitív dolgot, és hát mivel ez a foglalkozásom, ami, tehát kozmetikus vagyok, ezért szerintem nagyon fontos az érintés, és azt gondoltam, hogy ez egy jó ötlet, hogy ennek a hölgyek örülni fognak, és hogy a bőrükön keresztül a lelküket is meg tudom így simogatni, és akkor ez a gyógyulásukat elősegíti. Az orvosok szerint a gyógyszeres kezelés mellett fontos a gyógyulásban a lelki harmónia. A támogató közeg elengedhetetlen, de az ilyen alkalmak is hozzásegíthetik a hölgyeket nőiességük erősödéséhez. A gyógyszeres és műtét és sugárterápiás kezelés mellett igenis vegye igénybe a lelki békéjének a helyreállítását elősegítő embereknek a felkeresését, és vegye körül nagyon pozitív és vidám társasággal körbe magát, akik támogatni tudják őt mind lelkileg, mind szellemileg. Németné Vondrasek Éva kálváriája 2011. januárjában, a születésnapja után egy nappal kezdődött. Ugyanis ekkor fedezett fel egy csomót a mellében. 6 kemoterápia, műtét és 32 sugárkezelés után legyőzte a mellrákot. Közölték, hogy fél éven van hátra, nyirok áttétes emlőrákon van. Ezek után kerültem az onkológiai intézetbe, és ott... Hát azt mondta a doki, hogy nem azért ennyire nem biztos, hogy durva, de addigra 3-3 centi fölötti tapintható csomóm volt, 2 a mellbe, 1 a nyirokcsomóba. Úgyhogy 6 kemoterápiát kaptam, utána volt egy részleges mellműtétem, nyirokát csomó eltávolítással, ott viszont kivették az összes nyirokcsomót. Majd 32 sugarat kaptam, aminek 2011. október 5-én lett vége. Azóta igazából a nyiroködőmen kívül nagyobb problémáim nem nagyon voltak, de az elég nagy, úgyhogy azzal küzdünk a mai napig. A diagnózis közlése miatt az elején bekapcsolta én csak azért is életben maradok dolog, így aztán nem értem meg annyira rosszul, mint sok sorstársamtól hallottam. Azt tudom mondani, hogy a családom teljes mértékben mellettem állt, a párom 100%-osan, a munkahelyem az elején szintén, tehát így nem volt annyira megrázó a dolog. Mindenképp terveim voltak, mindenképp meg akartam őket valósítani, illetve hát még egy része most is várat magára, úgyhogy így nem volt annyira tragédia számomra. Egyébként ennél a betegségnél is, mint nagyon sok másiknál, a legfontosabb a megelőzés, hiszen az időben felfedezett mellrák jó eséllyel gyógyítható. Havonta tapintásos emlővizsgálatot soha ne felejtsük el, aki már menstruál, annak nagyon fontos, akár fiatal korban is. 45 év felett minden nő
két évente kap behívót, hogy jelenjen meg mammográfiás szűrésen, és ezzel a lehetőséggel élni is kell, hiszen az emlődaganatok nagy része kiszűrhető egy sima mammográfiás szűrővizsgálattal. Ezen kívül kihangsúlyoznám annak is a fontosságát, hogy ha a családban előfordult emlődaganat, akkor azon nők 10 évvel korábban jelentkezzenek mammográfiás szűrésen, mint ahogy a családtagoknak az esetében korábban manifesztálódott, jelentkezett a betegség. A megelőzésben nagyon fontos, hogy ha csomót tapintunk az emlőkben a szűrés során, akkor jelentkezzünk háziorvosnál, aki tovább tud minket küldeni, vagy az, hogy esetleges elváltozásokat tudjuk identifikálni és kiszűrni. A figyelmeztető jelekre szintén fontos odafigyelnünk, ilyen az emlőbehúzódás, a mellbimbónak a váladékozása vagy a csomótapintása az önellenőrzés során. Ezeket az önellenőrzéseket havonta érdemes a menstruáció befejeztét követően elvégezni. A programban még mindig jelentkezhet, aki átesett a betegségen, személyesen a szépségszalonban, akár a Remény és Szépség napján, akár a Facebook oldalon, sőt más szolgáltatók is csatlakozhatnak a kezdeményezéshez. Rengeteg kutyája Fehérvár menhelyein, közülük most 3 olyan 4 lábút mutatunk be, akik már nagyon régóta szerető gazdira várnak. Joghurt. Aki úgy érkezett hozzánk, hogy hozott magával 2 pótkereket is, 2 tüneményes babája van, akik abszolút nem hasonlítanak egymásra, úgyhogy fogalmunk nincs, hogy ki lehet a gyerekek apukája. Lényeg az, hogy ő imádja a gyerekeit, és azt kell róla tudni még, hogy nagy valószínűséggel az előző életéből lakásban élhetett. Tehát őt valahol valaki biztos, hogy nagyon szerette, mert hiszen látszik rajta, hogy micsoda bújós, kedves, nyugodt kutya, és ami feltűnő, szobatiszta. Tehát sem a lakásban, sem pedig a kifutójában nem végzi el a dolgát, hanem kikéreckedik, és mindenképpen szeretne megfelelni minden olyan játékszabálynak, amit mi kérünk tőle. Abszolút kedves, abszolút nyugodt, és hát azt kell, hogy mondjuk, hogy nagy valószínűséggel az első kalandjai közé tartozott ez a 2 gyermek, hiszen egy nagyon fiatal kis kutyáról van szó. Olyan 1,5 év környékén járhatunk jelenleg, ami azt jelenti, hogy méreteit tekintve nem fog már nőni, tehát aki őt szeretné örökbe fogadni, nyugodtan számolhat ezekkel a méretekkel, ami most nála látható. Nem lesz nagyobb, ízni fog esetleg, vagy izmosodni a későbbiekbe. Természetesen ő is ivartalanítva lesz majd, mielőtt gazdihoz kerül, de most ugye még, ahogy látszik is, azért még szoptatja a babáit, úgyhogy még erre egy kicsit várnunk kell, de körülbelül egy 1,5 hét és ő már költözhet is új gazdihoz. Hát aki egész nap képes őt így simogatni, ahogy mi jelenleg, borzasztóan szeretetéhes. Tehát én azt gondolom, hogy jól érzi magát udvaron is, de mindenképpen egy olyan családba szeretnénk őt kihelyezni, ahol vagy gyerekek vannak, vagy pedig idősek vannak, akik napközben is tudnának vele foglalkozni, mert neki nagyon nagy igénye van arra, hogy őt folyamatosan szeretgessék és megerősítsék abba, hogy biztonságban van és nem kell többet félnie. Más állatokkal is abszolút jól viselkedik, nem érdeklik a kutyák, ugye itt rendszeresen, mikor sétálnak, akkor találkozik más kutyákkal is. Cicákat sem kergette meg, hiszen ott vannak a kifutója mellett. Én azt gondolom, hogy akár cica, akár kutyus van ott, nyugodtan mehet már. Tömzsi. Tömzsiről azt kell tudni, hogy körülbelül egy ilyen 3-4 éves, és a nyírás után derült ki róla, hogy ő egyfajta tiszta sicu. Ugyanis amikor megérkezett hozzánk, akkor volt egy nagyon bozontos, nagyon elfilcesedett bundája, és iszonyatosan büdös kutya.
akinek kimondottan ilyen tehénistáló szaga volt. Tehát valószínűleg valahol olyan helyen kóborolhatott szegénykém, ahova ilyen helyre és ilyen szagok közé tudott keveredni. És azért mondom, hogy keveredni, mert kiderült, hogy ő egyáltalán nem lát, de semmit nem lát, tehát még csak fényt, árnyékot sem, abszolút hangra működik jelenleg. De ahogy azt most mindenki láthatja őt, ez egyáltalán nem zavarja még jelen felállásba, de nem hagyjuk ennyibe a dolgot, mert már voltunk szemészeti kivizsgálásom, és rövid időn belül szemlencséket fog kapni, és nagyon reméljük, legalábbis a jelenlegi állapot azt mutatja, hogy ezek után ő vissza fogja nyerni a látását, és akkor már nem csak hangra működik, hanem valóban figyelni is fogja azt, hogy ki merre jár és mit csinál. Amit a Sicuról tudni kell, ugye ő egy ilyen apró termetű, tipikus szobakutya, jelenleg most rövid hajjal mutatkozunk, de amúgy ő egy ilyen félhosszú szőrrel rendelkező kutyus, akinek bizony nem árt a rendszeres kozmetika. Ez nem csak azt jelenti, hogy otthon időnként a gazdi átfésülje, hanem őt el kell vinni valóban kozmetikába, ahhoz, hogy valóban mutatós legyen. Amire még nagyon kell figyelni, ugye nagyon rövid óracskája van, és ebből kifolyólag, hogyha véletlenül az utcán összetalálkozna más kutyákkal, és bármiféle harcba keveredne, akkor bizony neki a szemei veszélybe kerülhetnek, pontosan emiatt, mert annyira közel állnak a pofiához ezek a szemek. Tulajdonképpen ő azonnal elvihető, az, hogy a szemműtétre visszajön, ez nem jelent semmit, tehát nyugodtan, aki szeretné őt örökbe fogadni, vagy akár csak ideiglenesen befogadni, nyugodtan jöhet érte és elviheti magával. Ennek a kiskutyának erre van szüksége, hogy most őt lelkileg megerősítsük, és fel tudjuk fizikailag is erősíteni annyira, hogy a műtét ne okozzon nála semmiféle problémát. Én azt gondolom, hogy első körben most lakás kellene neki, amire most még figyelni kell, hogy lakáson belül ne legyenek lépcsők. Soma úgy került be, hogy anyakába bele volt nőve a lánc, és de olyan szinte, hogy a csontjai eldeformálódtak, tehát itt a mai napig érezni lehet azt az eldeformálódott részt. És ami döbbentes, és én mindig megdöbbenek ezen, amikor bekerül egy ilyen bántalmazott kutya, hogy bennünk viszont megbízik. Tehát egy pillanatig sem gondolja azt, hogy neki engem utálnia kell, vagy akár a kollégáimat, hanem abszolút szeretettel és megértéssel fogadja a kezeléseket, a foglalkozásokat. De Soma sajnos nem az a világszép kutya, bár most éppen frissen van nyírva a bundája, mert hogy neki van egy ilyen kis drótos, időnként csimbókosodó bundája, meg olyan morcos feje. Tehát sokan azért ijednek meg, mert azt hiszik, hogy Soma az esetleg egy olyan morcos kutyus, pedig nem, hihetetlenül szereti az embereket. Azt mondjuk tény, hogy más kutyákkal nem feltétlen szeret együtt lenni, megválogatja kik a barátai, de ugye ezzel mi is így vagyunk, nem mindenkit szeretünk, nem mindenkit fogadunk el. Nem mai gyerek, ő most már 5 éves, de ami a borzasztó, hogy ebből 3 évet a menhelyen töltött. Az első 2 évét ugye láncon élt a szegény kutya, azóta pedig itt él a menhelyen kennelbe, úgyhogy én azt gondolom, hogy most már kipróbáltunk mindent, ami arról szól, hogy nem lehet menni és játszani és szaladgálni, úgyhogy pontosan itt lenne annak az ideje, hogy Soma valahol kertet őrizzen, mert ha mondjuk van egy szép nagy udvar, ezzel a morcos pofival beáll a kapuba, oda senki nem mer bemenni, a gazdinak meg nem kell elárulnia, hogy a kutya ugyan egy pillanatig sem fog senkit bántani, mert hát ránéznek, a betörő eltávolodik, a barátokat pedig be fogja engedni, és ugyanilyen szeretettel fogadni, ahogy minket. Nagyon figyelmes, nagyon éber, egy pillanatra meg nem áll most sem a nózia. Egy, ami nagyon fontos, és amit mi kérünk, hogy Soma soha többet ne legyen megkötve. Hiszen ő ezt nagyon megszenvedte a fiatalkori láncon tartásának az élményét, és ezt mi szeretnénk elkerülni, tehát csak olyan helyre ajánljuk ki Somát, ahol valóban szabadon játszhat, ahol valóban szabadon futkározhat, és onnantól kezdve tényleg egy nagyon kedves, nagyon barátságos, egészségügyileg abszolút ellenőrzött, ivartalanított, fúraoltott kutyát tudunk ajánlani az érdeklődőknek. Somában van bőven energia, úgyhogy tényleg egy olyan családot, aki mondjuk elmegy vele túrázni, vagy éppen elmennek vele futni, hogy ledolgoztassák, vagy pedig otthon a kertbe tényleg aktívan játszani vele, akár labdázni, akár botot dobálni neki,
hogy le tudja a fölös energiáit cuppantani, és akkor utána már szépen elfekszik, úgyhogy nem lesz vele semmi gond. Megújulva tér vissza a megye szépségversenye, a Miss Alpokadria Fejér megyei döntője. A lányok a hétvégén megkezdték a felkészülést, méghozzá Móron. 12 szépség egy asztalnál, egy közös ebéd és már kezdődhetett is a fotózás. Alig több mint egy hét és eldől kinyeri a megye szépségversenyét. A lányok nem csak szépek, de okosak is. Korábban még nem vettem részt szépségversenyen, de már volt lehetőségem színpadon kipróbálni magamat, modellkedés és tánc kapcsán is. A versenyre tudatosan készültem, egészségesen étkeztem, és próbáltam minél jobban felkészülni, utána nézni annak, hogy hogyan zajlik le egy ilyen verseny, és igazából így készültem. Melyik iskolába jársz Székesfehérváron, és hogy elvégezted, mi a további terved? A Tóparti Gimnázium tanulója vagyok, és az a tervem, hogy érettségi után a jogi karra megyek tovább, illetve bölcsészettudományi karra. Ha az utóbbira megyek, akkor portugál nyelvet szeretnék tanulni, vagy valamilyen más nyelvet, például orosz, még nem döntöttem el. Nagyon szeretnék eljutni Lisszabonba, illetve Portóba, ez régóta a céljaim közé tartozik. Mi a hobbit? Mit csinálsz szabadidődben? Szabadidőmben szívesen sportolok, a Megadance Tánc Színház Egyesület tagja vagyok, hetente egyszer ott edzünk 3 órát a székesfehérvári termünkben, és szívesen olvasok, színházba járok, szeretek a szabadidőmben minél több időt a családommal eltölteni, a barátaimmal. Testvéreid vannak? Van egy bátyám, igen. Ő tanár, és ő Fehérváron tanít, igazából a családban mindenki tanár, úgyhogy reggelente mind a 4-en együtt megyünk iskolába. És ezt szurkolnak neked, gondolom, az egész család. Igen, nagyon szerencsés vagyok, mivel mindenben támogatnak, úgyhogy tényleg nagyon örülök ennek, hogy egy ilyen támogató háttér van mögöttem. A verseny különlegessége, hogy a végén két lány fejére helyezik a koronát, így dupla eséllyel indulnak. A Miss Alpokadria Fejér megye szépe mellett az ezer jó szépét is kiválasztják. Fotózáson vagyunk túl, illetve túl vagyunk már a színpadpróbán, és amit a lányok majd döntően fognak előadni. Nyilván felvonulnak a lányok különböző ruha költeményekben, bikiniben is. Nyilván ennek a koreográfiáját meg kellett csinálnunk. A lányoknak azért az elején kicsit furcsa volt, de azt gondolom, hogy mindenki nagyon szépen megtanulta és betanulta. Azt gondolom, hogy egy átlagos portréfotózáshoz képest igazából különösebben nem másabb. Jelentősen inkább az, hogy a lányok itt ténylegesen van miért oda tenni magukat, és van miért a legszebb oldalokat mutatni. Nyilván a csoportképek is készültek, és nem csak egyéni fotókat készítettünk. Itt a lányoknak nyilván az összeszokottsága és az egymáshoz való viszonya is azért kijön már a fotókon, ami azt gondolom, hogy a döntő végére még inkább összekovácsolódik, és még jobb hangulatot fognak tudni egymás között is kialakítani. Akkor az a tapasztalatod, hogy jó a csapat, és összebarátkoztak? Igen, az a tapasztalat, hogy az eddigi időben is már sikerült összebarátkozniuk. Voltak olyanok, akik a versenyen kívül is már ismerősök voltak, de egymástól függetlenül jelentkeztek a versenyre, úgyhogy akár a másik nem is tudott igazából erről, de itt is nagyon jó barátságok szövődtek már, és nem csak a egymáshoz közel lakók, hanem gyakorlatilag a környékben, illetve akár távolabb érkezők között is. Én örülök nekik, hogy a lányok tényleg személyiségben is nagyon aranyosak és nagyon jók, úgyhogy könnyeden barátkoznak és ismerkednek egymással. A hajrában már nagyon szigorúak magukhoz a versenyzők, amennyit csak tehetik, edzenek, odafigyelnek az étkezésükre, és ha lehet, pihennek, kihozva magukból a maximumot. Alkáról érkeztem, ott lakok családommal. 18 éves vagyok, Veszprémben tanulok szépészeti szakon. Érettség után majd fodrász és kozmetikus leszek. Először jelentkeztél a versenyre? Tavaly részt vettem egy versenyen, ez a második versenyem, és szeretnék tapasztalatot szerezni, szeretek új élményeket szerezni, és ezért jelentkeztem erre a versenyre is. Mi a hobbit? Hát igazából úgy hobbim nincsen, de nemrég hagytam abba a focit, meg a röplabdát. Most igazából a tanulásra koncentrálok inkább. Hogy készültél fel a versenyre? Hát igazából a családommal töltöttem minél több időt, mert ők olyan pozitív energiát adnak át nekem.
Ezt a sminket te készítesz? Igen. Nagyon szeretek sminkelni és a hajakkal babrálni. Szeretnék majd a szakmámba így kiteljesedni, hogy kozmetikus, sminkes, fodrász, így minden, amit lehet így egybe. Látni a lányokon, hogy ránéznek a másikra, hogy mérjük azért egymást, ugye hát versenytársak vagyunk, de azt gondolom, hogy mindenki most már így megtalálta a közös hangot egymással, és most már tényleg így, hogy leülünk egy asztalhoz, mindenki nagyon boldog. A döntő március 31-én lesz Velencén, ahol a 2,5 órás show alatt különböző megyei kulturális értékeket is bemutatnak majd. Főzőtippekkel is készültünk. A rizst és a bulgurt is ezerféleképpen lehet elkészíteni, de mi most megmutatjuk a tökéletes technikát. Itt vagyunk a Kiskakas vendéglőben, és Tóth Ádám szakácsot fogjuk arról kérdezni, hogy mi szükséges a jó rizs elkészítéséhez. Jó napot kívánok! Elsősorban egy jó rizs, ami általában nálunk a jászmin rizs, vagy egy hosszú szemű A minőségű rizs. Rizst szoktunk használni. Azért ajánlom ezeket, mert mi ezt használjuk. Sok rizssel próbálkoztunk már mi is az évek során, és tapasztalat az, hogy ezt szeretik a vendégek, ebből lehet, hogy ezt tudjuk úgy elkészíteni, hogy mindenkinek az innyire legyen. Az elkészítésén elég sok mindenre oda kell figyelni, elsősorban az, hogy ki kell tapasztalni, mert ugye nem mindegyik rizsfajta ugyanúgy viselkedik főzésnél. Mi, amit most használni fogunk, az egy alminőségű jászmin rizs, mi ezt ilyen 1-6-1-7 szeres mennyiségű forrásban lévő sósvízzel fogjuk megfőzni. Enyhén lepirítjuk olívaolajon, pici sóval, és fehéredésig pirítjuk, utána felöntjük megfelelő mennyiségű vízzel. Majd amikor a víz mennyiségének kb. 3/4-ét elfőtte, akkor letakarva félretesszük, és hagyjuk, hogy kigőzölje magát. Az a tapasztalatom, hogy a bulgurnak a főzése azért némileg egyszerűbb, mint a rizsé, és sokkal többször sikerül jól az embernek. Bulgur főzésnél is több, és hát a bulgur főzésnél több verzió van az elkészítésénél. Én annak a hívő vagyok, hogy a bulgur mennyiségének megfelelő kétszeres mennyiségű forrásban lévő sós, olívaolajos vízbe beleöntjük a bulgurt, majd ezt, amikor a víznek a bő felét elfőtte, ezt is félretéve, letakarva hagyjuk egy 4-5 percig, amíg kigőzöli magát, és akkor utána ezt is lehet fogyasztani, kihűtve, salátának bekeverve, tabulé salátának, lehet melegen is. Úgyis van, aki úgy készíti, hogy fölteszi ahogy a tésztát forrásban lévő sós vízbe, hővízbe, és amikor megfőtt, akkor fogja és leszűri. Van olyan, aki tába csak leönti, lefolpakkozza, és akkor úgy félreteszi, hagyja pihenni, hogy úgy szívja be magát. Én ezt szoktam alkalmazni. Úgyhogy hát elég sokrétű dolog. Általában az ilyen fűszeres ételek mellé szoktuk mi tálalni, halak mellé, ilyen köris, csirkeragú mellé esetleg, tehát itt is lehet játszani az ízekkel, el lehet vinni ilyen indiai stílusba, kicsit ilyen frissítőbb jellegű halak mellé, ilyen citrusos ízesítés. És nem utolsó sorban egészséges. Egészséges, igen. Diétába jól beilleszthető. Köszönjük a figyelmet, remélem kaptak hasznos információkat a köretek elkészítéséhez. Viszontlátásra! Kedves nézőink, ez volt már az Együtt magazin. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, hogyha tehetik, tartsanak velünk továbbra is. Én pedig jövő héten a megszokott időpontban újra várom majd Önöket. Viszontlátásra!